lehetőség van az országban 7 iskolában arra, hogy a JAM munkatársai a gyerekeknek játékos formában tanítanak gazdasági ismereteket. Hát itt ez a játék lényege, hogy a diákok itt építkezési vállalkozók, és hogy megtudják, hogy milyen az, amikor ők vállalnak valamit, hogy ilyen magas tornyot építenek, és hogy ezt meg is kell valósítaniuk. Maniga não desiste para frente o caminho make money a família sei que eu não tô sozinho ok agradeço o love do meu people fix mennyiségű alapanyaguk van, nem kaphatnak többet, és eleve milyen az, amikor ki kell találni egy nevet a cégnek, hogy az jó név legyen. Mas graças a Deus tenho uma mãe batalhadora, ela cuidou de mim enquanto outras esteve lá fora. Por isso eu não desisto. Nagyon-nagyot próbálnak mondani. Az elején próbálnak egymáson túl licitálni, hogy majd én többet, de aztán a végén rájönnek, hogy hoppá, ezt meg is kell csinálni, és hogy lehet, hogy nem is kellett volna annyit, nem kellett volna 2,5 métert bevállalni, hanem elég lett volna a 1,5 méter is, és akkor az biztosan kész van. 165. A papírból nem olyan egyszerű építeni, és hogy csapatmunkával mindent el lehet érni. Volt olyan, hogy valaki úgymond a domináns volt a csapatban, hogy ő volt a főnök, ő mondta meg. Mindig csak olyan célokat kell kitűzni maguk elé, amit meg is tudnak valósítani. Előbb-utóbb valamilyen tantárgy keretében muszáj lesz többet foglalkoznunk ezzel a témával, hogyha gyerekeket a való életre szeretnénk nevelni. Osztályfőnöki órákon és életvitel órákon foglalkoztunk bizonyos témakörökkel, így készítettük elő a roadshow-t. Médiából is beletekintenék egy kicsit a reklám világába, egy kicsit filmezünk is, meg kicsit megpróbálom szakértőt tenni ezen a média területen. Szerintetek mi az a reklám? A médiafogyasztók állomás itt arról szól igazából, hogy mennyire tudják reálisan értékelni a reklámokat. Tehát itt nem az a cél, hogy ne nézzenek reklámokat, hanem hogy tudatosan fogyasszák azokat. Ezért ugye kezdjük egy ilyen bemelegítő játékkal, hogy egyáltalán tudatában vannak-e annak, hogy ők mennyire fogyasztják, mennyire vannak rájuk hatása a reklámok. A második játék pedig az, amit most csinálnak jelenleg, hogy megnézzük egy-egy reklámot, és nekik ki kell elemezni, hogy szerintük mi az üzenet, kinek szól, megvennék-e, nem vennék-e meg, stb. Hol van szerintem a legtöbb reklám? Hol a tévében? Az interneten. Még így inkább élvezői ezeknek a reklámoknak, mint fogyasztói. Hanem ugye ez az óra célja, ugye ezt ugyanem megbeszéljük, hogy ők mit gondolnak most így utólag, mikor végigjátszuk a játékot, mi az, amit ők veszélynek éreznek, vagy esetleg másképp fognak nézni. Formájú. Észre se veszik, hogy milyen fontos dolgokat tanulnak, élvezik. A játék az mindig öröm. A tőzsdet szápák tetszett eddig. Ma az tetszett benne, hogy így részvényeket lehetett vásárolni és eladni. Megtanulják nem csak a pénzzel bánni, hanem a bankjegyek formáját. Hát így megtanuljuk azt, hogy hogyan gazdálkodjunk, meg ilyesmi. Fiúk,